Említődik, a helyiek és ide látogatók számára a vidék hiányosságai merülnek fel. Pedig büszkék kellene legyünk a dicső múltra és jelenre, hiszen egyedülálló értékek birtokában vagyunk. Tudtad-e, hogy Székelyföld első írásban megemlített települései Miklósvár 1211-ből és Barót 1224-ből? És azt tudtad, hogy a zongoraszó kitalálója, valamint az első magyar értelmező szótár megalkotója Baloti Szabó Dávid nyelvújítónk? 1860-ban volt a Tortuma tetőn Székelyföld legelső régészeti feltárása. Tudtad-e, hogy 1911-ben Magyarország legismertebb bírói közt szerepelt, 3. helyen Benedek Elek, 7. helyen Gál Mózes? Matyás király moldvai csatája után e kies szépségű tájon pihente ki fáradalmait. És azt tudtad, hogy a magyar királyi hadsereg 8 tábornoka erdővidéki volt? Az Erdővidék hetilap legelső száma az 1898-ban épült nyomdában került kibocsátásra. A bodasi születésű Budai József pomológus 153 almafajt nemesített. És azt tudtad, hogy az 1964-es tokiói olimpián aranyérmet szerzett magyar labdarúgó válogatott edzője Baróti Lajos úr? Székelyföld első legrészletesebben feltérképezett barlangja erdővidéken található. Tudtad, hogy Európában egyedülálló épségben fennmaradt masztodon leletet találtak itt erdővidéken? A mozaik táncsoport számos országos, nemzetközi és Európa bajnoki cím tulajdonosa. Azt tudtad-e, hogy Európában legelőször az erdővidéki születésű Bodosi Mihály ugratta meg magasugrásban a 2 métert?
szájad áll, vidd a hír tovább, vidd az üzenetet, hogy mindenkit hazavár, s talán néha nem kell más, csak az, hogy valaki mellé áll, hogy számíthatsz rá. Száj madár, vidd a hírt tovább, vidd az üzenetet, hogy mi